A Zengó előtt zumba bemutató várta az érteklődőket és az ünneplő résztvevőket, akiket a két fitnessforma motorja, Pavelka Andrea köszöntött. A japán őrületnek is nevezett mozgás 3 éve indult hódító útjára Magyarországon, Brezovai Sándornak köszönhetően, aki haddanos Kyokushin karatemester. A Zengó dél-zalai térhódításáról csak pozitívan tudott szólni. A Pavelka Andrea és Dombai Renáta című műsor, amit ők itt csinálnak, az azt mondom, hogy a legmagasabb szinten van az országban. Az egyik legjobb klubvezetők, közel 200 tanítványuk van. Van már nekik 4 vagy 5 oktatójuk, tehát az oktatók is tanítgatnak, nem csak ők tanítják már őket. Én azt gondolom, hogy egy olyan programra csatlakoztak bele az Andék, akkor, mikor mi elindultunk 2012. októberében, azon az ominózus fitbalanszon, amely folyamatosan fejlődik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy országszerte több mint 150 nippon zengó klub létezik, 7000 aktív taggal, s a zengó már a határon túl is hódít.